Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a Szentes Televízió csütörtöki műsorát látják. Ahogyan azt megszokhatták, ha csütörtök, akkor közéleti magazinunk jelentkezik a térségünk híreivel. Előtte pedig a már jól megszokott napi aktuálrovatunkat láthatják a legfrissebb információkkal. Ne felejtsék, a tejgazdaság mindenkinek érték. Már is kezdünk, most már ne menjenek túl messzire. Fogjunk össze együtt, hogy újra a régi fényében tündökölhessen a dr. Papp László városi sportcsarnok. A Szentes Televízió napi aktuálrovatát látják a tartalomból. Stúdiónkban Szebellédi Endre nagymágocs polgármester értékelte a település elmúlt évét. Következzen a beszélgetés. Kedves nézőink, továbbra is hívjuk és várjuk a térségünk polgármestereit a 2021-es évet értékelő stúdió beszélgetésre. A 2021-es év nem volt senki számára sem egyszerű. Most a következő vendégünkkel, Nagy Mágocsról fogunk beszélgetni, és már szerintem ki is találták, hogy akkor ki a vendégünk. Szebellédi Endre polgármester urat köszöntöm, tehát Nagy Mágocsról. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket, nagyon szépen köszönöm a meghívást. 2021 nem volt egyszerű év, gondolom a nagymágocsi lakosoknak sem, nagymágocsi polgármesternek, önkormányzatnak sem. Mennyire volt nehéz? Azt kell mondjam, hogy 2021 év valóban egy nehéz, egy terhelt év volt, de azért szerencsére a munkának a terhe is nehezítette, amely egy édes teher, úgyhogy mindenképpen sikerélményekről is tudunk beszámolni. Milyen fejlesztéseket sikerült véghez vinni? Mi az, amit nem húzott át a Covid és a pandémia? Igen, nagyon jó a kérdés egyébként, mert valóban azért ez a pandémiás helyzet meghatározta a fejlesztési stratégiákat, illetve a fejlesztési ütemtervet is módosította bizonyos formában. De ettől függetlenül azért tudtunk olyan jelleggel megvalósítani ötleteket, kitűzéseket, célkitűzéseket, amelyek bízom benne, hogy a nagymágocsiak életét is előre vitte. Az élet minden területén szerettünk volna jobbítani, és bízom abban, hogy jobbítottunk is. Több intézményünk megújult, illetve olyan intézményi szolgáltatások kerültek bevezetésre, illetve megvédésre, amely azt gondolom, hogy erősíti a települést. Azok a tervek, amelyeket elképzeltek, azokból mit sikerült megvalósítani? A legtöbb mindent sikerült megvalósítani. 2021-nek a legnagyobb kihívása az a nagymágocsi úthálózatnak a fejlesztése volt. Itt szeretném azt kiemelni, hogy a Magyar Közút ZRT, amely egy állami tulajdonú részvénytársaság, az ő segítségükkel tudtuk megújítani Nagymágocsnak a legszélesebb, leghosszabb belterületi útját, a Szentesi utat, 2 kilométer hosszan, teljes szélességében, és a lakosok elmondása alapján tényleg autópálya minőségű úttá avanzsálta a Magyar Közút, úgyhogy nagyon nagy tisztelet jár ezért a beruházásért. És azt kell, hogy mondjam, hogy ha Lapistó felől közlekedünk, akkor a Szentes belterületi táblától egészen Szeged belterületi tábláig végül is kátyúmentesen, úthiba mentesen tudunk közlekedni, mert megújult a Székutasi út is, tehát ami Nagymágocs közigazgatási határán belül található út, ez is teljesen új aszfaltot kapott, és úgy látom, hogy olyan minőségben, hogy legalább egy 25-30 évig
ez ne is kelljen hozzányúlnunk. És ami még kiemelendő, hogy állami beruházásként elindult az Orosháza Derekegyház útvonalnak a felújítása, ami azt gondolom, hogy jó ütemben halad, és hogyha ez jövő 2022-ben, decemberben, tehát igazából ugye jövő év 23-nak az elejére, hogyha ez megvalósul, akkor Nagy Mágocs minden területről megközelíthetővé válik. És megkaptam én is azt a kérdést, hogy mi lesz a Lapistói úttal. Nyilvánvalóan azért én is a nagymágocsi érdekeket képviselem leginkább, de azért szem előtt kell tartanunk azt, hogy a mi térségünkben is vannak olyan nagyforgalmú utak, amelyet nagymágocsiak is használnak nap mint nap, akik Csongrádra mennek például dolgozni, vagy pedig más városokba mennek dolgozni, ahol még nem épültek meg a jó utak. És látnunk kell azt, hogy ezek a nagyforgalmi utak azért prioritást kell, hogy élvezzenek. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezek az útfejlesztések is azért dominánssá tették Nagy Mágocsot. És bízom abban, hogy a Lapistói út is meg fog újulni, de nagyon fontos az, hogy a térségünkben is minden út jó legyen, és tényleg a nagyforgalmú utak élvezzenek prioritást. Persze ez nem jelenti azt, hogy lemondunk a Lapistói útnak a felújításáról, de én azt gondolom, hogy ha nem is teljes körű felújítás fog bekövetkezni, azért részleges felújításokkal is azért köszönetet tudunk majd mondani a magyar államnak. Ugye bár ezek az útfelújítások nem csak a nagy utakra vonatkoznak, hiszen voltunk innen nemrégiben Nagymágocsán, és ott különböző utcákat is javítottak, azért a saját utcáit sem felejti el Nagymágocs. Pontosan a belügyminisztérium támogatásával, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a finanszírozásával is újultak meg belterületi utak. Itt kiemelendő a Jókai utca két szakasza, az egyik egy 650 méteres szakasz, a másik pedig egy fél kilométeres szakasz. Ezek is teljes mértékben megújultak, új aszfaltréteget kaptak. Akkor a József Attila utcának az egyik párhuzamos része újult meg, és minden bizodalmunk abban van, hogy 2022-ben a másik párhuzamos része is megújulhat. És ami nagyon nagy előrelépés, hogy aláírt szerződésünk van az Iskola utca felújítására, amely stratégiai fontosságú, mert itt kap helyet a posta épülete, a kultúrház innen közelíthető meg, az egészségház is ezen az útszakaszon van, illetve innen tudjuk megközelíteni a Nagymágocsi általános iskolát is. Tehát ez is rendkívül fontos, hogy egy jó útszakasszá váljon. És azt gondolom, hogy ha az Iskola utcát felújítjuk, akkor prognosztizálható, hogy haladunk előre, egyenesen tovább, és azon fogunk lobbizni, hogy megújuljon a Vasút utca is, illetve a Szendre Ignác utca. Ez közel másfél kilométeres útszakasz, és én bizodalmam szerint ez is sorra fog kerülni, de ami aláírt szerződés, az Iskola utca. Illetve van még egy rendkívül meghatározó útszakasz a Nagymágocsnak, a Tölgyes utca, a Szentesi út és a Rózsa utca közötti szakasza, amely egy földes utca. És a miniszterelnökség jóvoltából van lehetőségünk ezt leaszfaltozni olyan jelleggel, hogy nyilván egy útalapépítést követően kerül erre aszfalt. Ez egy 700 méteres szakasz. Tehát ez már egy 50 éves álomnak a beteljesülése. Most tartunk ott, hogy ezt be tudjuk teljesíteni, és a reményeim szerint a nagymágocsi autós forgalomnak a település északi részéről fogja majd a forgalmat ez az útszakasz elvezetni a Szentesi útra. Tehát tényleg egy hiánypótló beruházás. Rengeteg utcát, rengeteg útszakaszt felsorolt most polgármester úr, lehet, hogy az összeset is, ami Nagymágocson van, ez nem biztos, nem. Van még, gondolom. Tehát ez körülbelül a tized egyébként, de ezekkel tehát a Tölgyes utca beruházással, ahol ugye földútból építünk aszfaltutat, azt fogjuk elérni, hogy a lakott területen lévő, tehát használatban lévő belterületi úthálózatunk 99%-ban aszfaltossá fog válni. Tehát elköszönünk így a földutaktól. Tehát ez nagyszerű dolog, úgyhogy tényleg itt mindenkinek hatalmas köszönet jár, aki ebben segített. Ugye országgyűlési képviselő úr, Farkas Sándor országgyűlési képviselő úrnak is a munkája ebben nagyon nagy részt benne van.
Ezek voltak azok a fő kardinális pontok, amikkel tavaly évben megkereste az önkormányzatot a lakosok, hogy szeretnék ezeket az utakat felújítani? Ez volt igen az egyik legmarkánsabb pont, nyilván az úthálózatnak az újítása, de emellett rengeteg dologban megkerestek bennünket. 2022-nek az egyik fő feladata az majd a közszolgáltatások, tehát az állami közszolgáltatásoknak a minőségének a megőrzése, illetve fejlesztése lesz. Nagyon sok panasz érkezik a hulladékszállítást végző cégre. Tehát ez lesz még nekünk egy olyas jellegű szabadságharcunk, amit meg kell vívni elvégre, hogyha már kifizeti a lakos, a háztartás, kifizeti a sárga csekket, amit küld a szolgáltató, akkor igenis jogosan kéri azt, hogy olyan minőségben kapja meg azt a szolgáltatást, amit megérdemel a lakos. Tehát itt beletartozik az, hogy igenis el kell szállítani a hulladékot, nem szabad az edényzetben kárt tenni, úgyhogy sorolhatnám ezeket a dolgokat, tehát ez lesz majd még 22 első negyedévének nagy feladata, hogy itt azért regulázzuk ezt a helyzetet. A Magyar Falu Program milyen adta lehetőségeket nyújtott 2021-ben a településnek, mit tudott azon keresztül megvalósítani, felújítani, pályázni? A Magyar Falu Program az egy olyan magyar állam által, tehát a kormányzat által finanszírozott pályázati rendszer, amely tényleg jövőt mutat, meg jövőt adott a kis településeknek. Mióta ez a Magyar Falu Program fut, azóta hatalmasat léptek előre a kis települések. Én azt gondolom, hogy ebben nem csak Nagy Mágocs jár elől, ahogy járom a településeket. Én bízom abban, hogy itt a mi területünk is tényleg sikerrel fog tudni még pályázni, illetve olyan nyertes helyzetbe fogunk kerülni, amely hozzávezet ahhoz a demográfiai növekedéshez, amelynek az alapjait már látjuk. Tehát ez már elkezdődött Nagy Mágocson is. Nagyon sok a beköltöző család, akiknek rendkívüli módon örülünk, és ami nagyon fontos, hogy a nagymágocsi fiatalok is Nagymágocson vesznek házat. És ez egyébként én azt gondolom, hogy hatalmas dolog. Tehát eddig nagyon nagy volt az eláramlás a településekről, Nagymágocsról is, és ez megállt. Most már arról tudunk beszélni, hogy népesség növekedés van Nagymágocson. És ebből adódik az, hogy most már a meglévő önkormányzati szolgáltatásokat is bővítenünk kell. És 2022-nek nagy feladata lesz, tehát az első negyed évnek nagy feladata lesz majd a bölcsődei szolgáltatásnak a növelése, úgyhogy a miniszterelnökség jóvoltából kapott támogatással érjük azt el, hogy egy 8 férőhelyes óvoda bővítés fog megvalósulni a településen, tehát a meglévő 12 férőhely mellett. De a fő célunk az, hogy pár éven belül egy 3 csoportos bölcsödét építsünk, mert potenciálisan már annyi gyermek van a településen, hogy ezt a bölcsödét ezt fel tudjuk építeni. És nagyon fontos, hogy ugye a 3 meglévő óvodai csoport mellett egy 4. csoportnak is van már létjogosultsága. Tehát egyre több a gyermek Nagymágocson, egyre több a család Nagymágocson, és azt tudom még elmondani, tehát ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy az elért céljaink nyilvánvalóan ugye a kormányzati támogatások mellett az nagyban köszönhető az ott élőknek. Tehát a nagymágocsi, aki rendkívül befogadó közösség, egy munkaszerető közösség a nagymágocsi, de ebben benne van az is, hogy az a kulturális homogenitás, amelyet bír ez a közösség, szeretné megőrizni. Tehát itt csak olyan embereknek, olyan családoknak érdemes beköltözni, akik ezeket a kultúrjegyeket magukon hordozzák. Tehát az önkormányzatunk is azon van, hogy az olyan kis egzisztenciájú házakat megvásároljuk, amelyeket aztán nyilvánvalóan szociális alapot felújítva, szociális alapon tudjuk azoknak biztosítani, azoknak a nagymágocsiaknak, akik valamilyen oknál fogva az állami család támogatásokból kiszorultak. Tehát itt ugye látni kell a komplexitását, az organikusságát ennek a településfejlesztésnek, és szeretnénk a karakterét a településnek megőrizni, viszont mindenkit nagyon nagy szeretettel és mindenkit szívesen fogadunk, aki munkaszerető, illetve elfogadja azokat a társadalmi szabályokat, amelyek,
amelyek széppé és erőssé tudnak tenni egy települést. Hát ugye tavaly nyáron már rendezvényt is tudott tartani a település, ahol szintén megmutatkozott ez a közösség összeépítő, közösségi erő, és hát ott mindenki vidám volt, boldog volt, és mindenki örült a másiknak, hogy végre találkozhattak. Azért ez mutatja Nagymágos településnek az erősségét. Én azt gondolom, igen, hogy egyfajta közösségi szellem alakult ki a településen. Nyilvánvaló, hogy nagy köze van, tehát az állami támogatásokból megvalósított rendezvények, tehát hogy ugye az állam ezt finanszírozta, tehát ez nagyban köszönhető, de én azt gondolom, hogy az ott élőknek a hozzáadott értéke kell ahhoz, hogy tényleg egy közösség kialakuljon. Úgyhogy önkormányzati szinten igyekszünk erre vonatkozóan is mindent megadni. A lakossági igények alapján fejlesztjük az olyan intézményeinket, amelyek ugye a közösségszervezésért, illetve az ilyen jellegű szolgáltatásokért felel. Úgyhogy így, tehát ilyen minőségben újítottuk most fel a könyvtárunkat is, amely teljes mértékben diákbarát könyvtár lett, és kapott helyet egy baba-mama klub is, olyan jelleggel, hogy egy részleg csak a kisbabáknak az igényei alapján lett megvalósítva, ugye gyermekjátékokkal, fejlesztőjátékokkal, és az a tervünk, hogy minden nagymágocsi család számára ingyenesen fogjuk azt biztosítani, tehát ez nem is terv, hanem ez így megvalósul januárban, tehát minden család számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy fejlesztő, pedagógus találkozzon a gyermekkel, aki fölméri azt, hogy a gyermeknek szüksége van bármilyen fejlesztésre, és nyilvánvalóan ezt követően pedig a család tud indulni, ugye már ezzel a szakmai háttérrel, hogyha a gyermek segítségre szorul. Tehát ezt azért tartottuk fontosnak, mert látszik az, hogy már tehát ugye ez a szakmaiság is fejlődött, az orvostudomány is fejlődött, tehát sokkal könnyebb most már felfedezni egy gyermeken, hogyha ő bármilyen formában is nem úgy fejlődik, ahogy az az elvárás. És azt gondolom, hogy attól, hogy kis településen él egy család, ő nem lehet megfosztva az ilyen jellegű szolgáltatástól. És az önkormányzat ezt fölvállalja. Úgyhogy ennek a január-február hónapban, tehát ennek a szolgáltatásnak részese lesz minden olyan nagymágocsi család, aki ezt igényli. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy Nagymágocson található egy szép községháza, található egy szép művelődési ház, van sportpályája, hogy azért vannak olyan részek, amiket ki lehet még jobban használni, és ki is szeretne akkor ezek szerint még jobban használni a település. Igen, a szerkesztő úr rátapintott, tehát pont három olyan intézményünket sorolt föl, ahol még van mit fejleszteni. Tehát ugye a könyvtárunk az már, tehát azt gondolom, hogy ami volt az elvárás, az lett a megvalósítás, tehát ott már igazából túl sokat nem kell hozzányúlni az ügyhöz. De például a kultúrházunknak a nagy terme még felújításra vár. Tehát ott még a 70-es évek egy kicsikét visszaköszön, amiben persze vannak jó dolgok, de azt gondolom, hogy az infrastruktúra tekintetében már inkább a 2020-as évek kell, hogy domináljon. A sportpálya tekintetében most ott tartunk, hogy végre élettel telt meg a sportpálya. A sportegyesületünk új elnöke, a Szarvas Józsefné elnökasszonynak a odaadó munkájának eredménye az, hogy most már a nagymágocsi gyermekek ismét rátaláltak a sportra, ugye a futballra, és ismét a sportpályánkat gyermekhang tölti meg. Én bízom abban, hogy az olyan támogató szervezetek, akik arra hivatottak, hogy egy sportpályát ugye ők finanszírozzanak, tehát hogy eljutunk oda, hogy meg tudjuk újítani a sportpályánkat is 22-23-ban. Tehát igen, megvannak a tervek is, de ugye a Magyar Falu program keretén belül az egészségházunk is ugye tovább újult, illetve ami még nagyon fontos, hogy a hivatalban is történtek újítások, azért, hogy még inkább szolgáltatás, tehát lakosság barátabbá váljon az önkormányzati szolgáltatás. Hallhattuk tehát azokat a fejlesztéseket öntől, amik megvalósultak, és hallottuk azokat a terveket is, amik még az idei 2022-es évben egy részét várat magára a településen. Így visszagondolva, sikeres évet zárta a település 2021-ben. Én azt gondolom, hogy sikeres évet zártunk 2021-ben, ugyanúgy, mint az előző években. Úgyhogy
ebből talán nem is kívánunk már leadni ezekből a sikerekből, de ezt nem én mondom, hanem a lakosságnak a nagyon nagy része. Tehát ugye azért, hogyha van egyfajta lendület, azt érdemes megtartani, és azt gondolom, hogy 22 az év, amikor végig kell majd ezt gondolnunk, hogy merre is menjünk tovább. Tehát minden részrehajlás nélkül és öndicséret nélkül mondom azt, hogy már ugye második ciklusos polgármesterként, hogy nekünk a Nagymágocsnak, az önkormányzatnak, az intézménynek, a lakosságnak nagyon nagy lehetőségeket biztosított a jelenlegi kormány. És itt nem csak az önkormányzati felújításokra gondolok, azok a családbarát politika, az eredmények, amelyeket föl tud mutatni a kormány, ezeket meg kell tartani. És hogyha végigmentünk ugye 21-ben is a településen, minden utcában volt házfelújítás. Tehát, és ezt is ugye a lakosság erről beszélt, és ezt látja. Úgyhogy én bízom benne, hogy 2022 tavaszán bekövetkező választás során, vagy azt követően is tudjuk ugyanezt a formát hozni. De az kell, hogy azok a szereplők megmaradjanak, akik ebben a munkában bennünket segítenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy rengeteg feladatunk van Nagymágocson, rengeteg lehetőségünk van, rengeteg támogatást kap a település, úgyhogy 22-nek a nyarán ezt ugyanúgy folytatnunk kell. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor a nyáron innen folytatjuk a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Szépen. Kedves nézőink, ezzel napi aktuál rovatunk végére értünk. A reklámok után már közéleti magazinunkkal várjuk vissza önöket, tartsanak velünk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Január 21-én a Két összeillő ember című zenés játékot láthatja a közönség a Tóth József Színház és Vigadó színpadán. A darab Domján Edit és Szécsi Pál szerelmi történetét dolgozza fel. Felcsendülnek a 60-as évek slágerei, zongorán kísér Pap Gyula. A két főszereplő Komáromi Anett és Nagy Róbert lesz. Ne felejtsék, január 21, este 7 óra. Merülj el a végtelen nyugalomban, kalandozz varázslatos téli tájakon, éld át a legszebb pillanatokat, és szeresd felejthetetlen emlékeket. Utazd itthon, és töltődj fel élményekkel. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Régi zene, Szentesen.
A Trio Venite koncertjével folytatódik a Zene Világzene sorozat Szentesen a Hangversenyközpontban 2022. január 27-én csütörtökön 19 órától. Várja Önt Jéger Éva énekművész, Tokodi Gábor lantművész és Kertész Ákos ütőhangszeres művész. Trio Venite 2022. január 27. csütörtök 19 óra. Szentes Hangversenyközpont. A koronavírus okozta gazdasági válság után Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. Emlékszünk a múlt kudarcaira. A Gyurcsány korszakban leépítették az otthonteremtési támogatásokat. Mégis vannak, akik visszafordulnának. Most előre kell mennünk. Tovább bővítjük az otthonteremtési programot. 3 milliós támogatást nyújtunk lakásfelújításra. Emellett elindult a zöld csok. Plusz támogatást biztosítunk az energiahatékony házak építéséhez. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország megerősödve kerüljön ki a válságból. Magyarország előre megy, nem hátra. Ez már a Szentes Televízió közéleti magazinja a tartalomból. A tavalyi év december 11-én rendezte meg a Horváth Mihály Gimnázium a hagyományos szalagavató ünnepségét. Stúdiónkban Szabó Tiborral, Szegvár polgármesterével értékeltük a nagyközség tavalyi 2021-es évét. Jöjjenek a részletek! A szentesi Horváth Mihály Gimnázium szervezői izgalommal készültek a negyedikesek hagyományos szalagavató báljára, mely a vírusjárvány miatt 2020-ban elmaradt. Tavaly a járványügyi szabályokat betartva azonban egy csodálatos és nagyszabású bállal köszöntötték az érettségi előtt álló fiatalokat, akik közül a lányok gyönyörű estély ruhákban, a fiúk sötét öltönyben várták, hogy megkapják a szalagokat. A szalagok feltűzése után megkezdődött a több mint 4 órás program, ahol a diákok a hagyományos keringővel, majd a különböző osztálytáncokkal és egyéni műsorszámokkal léptek fel. És ez a nagyon-nagyon izgulós nap, hiszen mindenki azon szorított, hogy csak meg lehessen tartani, és meg tudjuk tartani, és itt vagyunk, és sikerült. Természetesen ez a sok-sok gyönyörű produkció rengeteg energia ráfordítást igényel, tehát bizonyos esetekben tanórákat is kölcsön adtak a kollégák némi pótlás fejében, majd a következőkben a táncok, illetve más produkció betanulására. Viszont a diákok nagyon érezték azt, hogy fontos dologról van szó, annál is inkább, mert az előző évi elmaradt. Így aztán most mindenki tudta értékelni, és mindenki nagyon örül neki, hogy végre most ez a tényleg saját rendezvény, hiszen ez a végzős diákoké, senki másé, a családoké, és hogy ez megtartásra kerülhetett, ennek most mindenki nagyon örül. Így 4 végzős osztályunk van, körülbelül össze 120 diákunk ballag. Látjuk a munkánknak a gyümölcsét, úgymond ezeket a sok szép diákot. Ugyanakkor összeszorul a szívünk, hiszen tudjuk, hogy egyszer elmennek. De hát ez az élet rendje. Nem záratjuk őket börtönbe, az élet kapuit ki kell tárnunk. Irodalmi, drámai, média tagozatosok vagyunk. A tesóim nekem személy szerint kitaposták az utat, mindkét nővérem és a bátyám is ide járt. Ezért jöttem én ide. 8 évig színjátszóztam, szerettem nagyon az irodalmat, a verseket, és jó híre volt az iskolának, én pedig úgy voltam vele, hogy hát akkor nézzük meg. A tanárnőtök azt mondta, hogy voltatok kirándulni, nem sokszor, talán csak egyszer. Miért történt ez így valahogy?
Hát igen, nagyon sok helyen voltunk kirándulni. Elsőnek is főként azért, hogy darabokat készítsünk, tehát hogy a Kisgömböc című darabunk is egy gyáloréti tábor keretén belül készült el, ami nagyon nagy sikert aratott, mind a Országos Diákszínjátszó Fesztiválon, mind pedig több kulturális rendezvényen. És a színházban is ott voltatok? Igen, a színházban is, nem utolsó sorban. Amikor az ember egy ilyen szakmára adja a fejét, mert azért előbb-utóbb biztos ebből szeretnétek megélni, akkor te mire gondoltál, hogy mi leszel? Hú, hát én nem azért jöttem a Horváth Mihály gimnáziumba, mert színész szeretnék lenni, sőt, úgy gondolom, hogy a diákok nagy része nem azért jön ide az irodalmi drámai média tagozatról, hogy színész legyen, hanem hogy olyan közösség része legyen, ahol elfogadják, és ahol nap mint nap úgy lép be, mint hogyha egy családba jött volna, és egyszerűen ez megvan, megvolt, megvan, és meg is lesz, mert a drámai megteremti ezt. Az osztályfőnököket beszéltem, és amikor erről beszélt, hogy milyen volt az osztály, megjelentek a könycseppek. Jó volt az osztályfőnököt? Rettentően jó osztályfőnök. Én nem is tudom, nagyon sokat tanultunk tőle, nagyon sokat kaptunk tőle, nagyon-nagyon-nagyon szeretjük, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fáj neki, hogy el kell engednie minket, ugyanúgy, ahogy nekünk is. Nekem egy hatalmas támaszt nyújtottak az osztály is, a drága osztályfőnököm is, Békés Eszter, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik. A fejlődésen, amin eddig végigmentem, és még megyek is, azt nagyon sokat nekik köszönhetek. És nagyon imádom őket. És mi lesz a következő lépés? Merre mész? A színészetet megpróbálom, aztán vagy sikerül, vagy nem, aztán meg hát oda megyek, ahova húz a szívem. Sok mindent megértünk. Nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon örülök, hogy ennek az osztálynak az osztályfőnöke lehettem. Nagyon, nagyon tartalmas, érzelmileg nagyon gazdag. Én azt gondolom, a pedagógus pálya az egy olyan hivatás, amelyikben az, aki csinálja, az, aki ebben szerepet vállal, vagyis a tanár, az azt gondolja, hogy minden egyes percben tanul, és hogy az élet olyan helyzetek elé állítja, amelyikben tanulni valója van. Én azt gondolom, hogy ezen a pályán, amíg én ezen a pályán lehetek, addig minden pillanatban arra vagyok kíváncsi, hogy mire tanít az élet, mire tanít az a gyerek, akivel beszélek, akivel gondolkodom együtt. Együtt tanuljuk az életet. Nekem ez a hivatásom. Hát amikor kirándulunk, amikor elhagyhatjuk az iskolát, akkor úgy kibújik belőlünk az élet, és mindazt, amit megszorít minket, ami miatt megszorít minket az iskola, az iskolapad, azt most abból kibújhatunk. És hát ugye az osztálytáncunk is erről szól, hogy sajnos csak egyszer mehettünk el túrázni, kirándulni, de hát az felejthetetlen volt. Ja, annak idején Bácskai Miskavácsének nekem is tanárom volt, és ő már akkor megmondta néhány gyerekbe, hogy apám, te biztos színész leszel, te tudsz ilyet mondani? Nem szeretnék ilyet mondani, hogy tudom Bácskai Mihály tanárúrnak, hogy megvolt ez a képessége. Az, hogy kiből mi lesz, jó ember legyen, aztán utána majd meghallja ő, hogy mi a hivatása. 2018-2022 HMG 1859, több mint 160 eltelt év ebben az iskolában, és 160 év alatt sok ezer diák, sok száz pedagógus. Legalább 3-3 és fél órája tart már a HMG szalagavatója, de amilyen mindig is szokott lenni őszintén, nagyon igényes, nagyon szép és nagyon megható. Ugye már több mint 160 éves a HMG, a Horváth Mihály Gimnázium, és ez alatt, az idő alatt azért borzasztó sok, több ezer diák kikerült az intézmény falai közül, és nagyon sokan nagyon szép karriert futottak be. Emlékezzünk csak a Gáspár fivérekre, Gáspár Sándor és Gáspár Tiborra, ugye Sándor Kossuth díjas, Tibor pedig Jászai Mari díjas, de azért itt van például Alföldi Róbert, és sorolhatnám a neveket hosszasan, akik ebből a HMG-ből, ebből az életérzésből és innen Szentes városából folytatták karrierjüket és életútjukat. Én úgy gondolom, hogy és amit a HMG mutat nekünk, az a bizonyos életérzés, lehet ott kémiát, matekot, fizikát is nagyon jól tanulni, az irodalom, dráma, a média tökéletesen működik, most is több mint 500 tanuló van a gimnáziumban,
néha az épülettel már adódnak gondok, mert hogy tényleg igen öreg, az a mi feladatunk, hogy azt orvosolni tudjuk, de az a szellemi oktatás, amit az a több tucat pedagógus végez napról napra, és az az érzés, amit a HMG-ben meg lehet tanulni 4 év alatt, és azok a praktikus dolgok, amit meg lehet tanulni 4 év alatt, az mindegyik diáknak segíteni fog abban, hogy az életében megtalálja a saját munkáját, a saját magánéletét, a saját sorsát és a saját boldogságát. Milyen volt ez az elmúlt néhány év? Hogyan tetszett? Egyébként szentesi vagy? Igen, én szentesi vagyok, nekem nagyon tetszett. Hát ez az osztálytánc nagyon nehezen jött össze, de végére jó lett az összhang. Miért a gimibe jelentkeztél annak idején? Hát ez volt a legközelebb iskola, és elsőnek a végébe szerettem volna menni, aztán a HMG-n jutott a választás. És ez mit jelent, hogy humán? Ez irodalom, nyelvtan és történelem szak igazából. Én szeretek nagyon olvasni, ezért is választottam, meg a történelem is nagyon jó. És mi leszel, ha nagy leszel? Hát nem ehhez kapcsolódik, de rekreáció és egészségfejlesztés szakra szeretnék menni. Hát az nem éppen hulán. Nem, de majd Pesten szeretnék. Igen. Tovább tanulni gondolom. És te? Hát ugye én majd a matekfizika miatt én gépészmérnökire szeretnék menni a BMR-re. És ugye Volosin tanár úr miatt választottam a gimnáziumot, hiszen ő olyan matematikát tanít, ami nagyon sokat fog segíteni nekem a jövőbe. Sakkozni tudsz? Hát egyszer játszottam ellene, de nagyon kikaptunk, és sorra vert le minket, de jó mérkőzés volt. A matematika, fizika nem minden diáknak ugye a kedvence. Te miért pont ezt választottad? Szeretem benne az, hogy logika, vagy a logikát, ugye minden egymásra épül, és így ez, ami úgy meg tud nyugtatni, illetve ezt értem. Ti miért jelentkeztek a drámaiba? Szerintem te biztos színésznő akarsz lenni. Én? Nem, csak nagyon szeretek játszani így a színpadon, meg ilyenek, de tényleg ez csak egy ilyen hobbi. Nagyon szeretek így emberek előtt szerepelni igazából, és hamarosan jön az osztálytáncunk, tehát nagyon-nagyon izgulok. Neked mit adott ez az iskola? Nagyon sok szeretetet igazából. Tényleg ez az egyetlen jut eszembe. Nagyon sok emléket, élményt, szeretet, ennyi. Annyira, hogy nagyon jól érzem magam. Tényleg a kollégium, az iskola is, a barátok, meg minden. Honnan jöttél? Én Gyumendrődről. Ja, én pedig Odosházáról. Akkor Békés megyeiek vagytok, ugye, mind a ketten. Milyen volt az iskola? Nehéz volt? Vannak kedvenc tantárgyak? Vannak, igen. Úgy gondolom, hogy minden év nehéz volt, talán az idei lesz a legnehezebb az érettségi szempontjából, de szerintem együtt meg fogjuk tudni csinálni, úgyhogy... Mindenhova együtt mentek? Igen, amikor itt Szentesen vagyunk, próbálunk. A kollégium miatt így mindenhova összekötetésben vagyunk, és együtt megyünk mindenhova. Beszélgettem a többiekkel is, meg korábbi évfolyammal, és azt mondták, hogy a kollégiumi élet az, ami igazából összekovácsolt benneteket. Nálatok is így van ez? Igen, mi amúgy pontszobatársak vagyunk, igen, és tényleg elképesztő. Olyan élményeket lehet ott is szerezni, tényleg nagyon, a kollégium. Nagyon segített abban, hogy az iskola mellett tudjunk egymásnak segíteni, összekössön minket, és hogy sosem legyünk egyedül. És mi leszel, hogyha nagy leszel? Ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam sincs. Csak szeretnék létezni, és élni, éldegélni. Úgy tényleg. Yeah.
egy hatalmas programot mutattatok be, és te különben is táncoltál. Jól sejtem, hogy táncos vagy? Igen. A Szilverti esélynél. Mióta táncolsz? 11 éve. Úgy látom, hogy azért szép sikereket értél el, biztos. Igen, szerencsére. Hogy jöttél ide a gimibe? Ugye erre a tagozatra, ez melyik tagozat? A sporttagozat, és a tánc miatt jöttem ide. Akkor nem véletlenül jöttél ide? Hát igen. Mik a további terveid, hiszen lassan itt az érettségi? Hát szeretnék Budapestre menni, még nem teljesen van meg a tervem, de... Én a sporttagozon kezdtem a gimnáziumot, de utána át kellett mennem az általános tagozatra, és hát a gimnázium után én katona szeretnék lenni, és Pesten szeretnék tovább tanulni a Ludovikán. Neked hogy tetszett ez az elmúlt néhány év, amivel a gyerekekkel el voltál? Ez volt az első csapatod, vagy már több volt? Több osztályon volt már, ők a harmadikok, akiket elballagtatok, és szalagavatón is részt veszünk közösen, illetve majd később az érettségi fog majd következni. Ez a négy év, ez maradandó emléket, vagy maradandó alkotott minden tekintetben, hiszen itt volt ez a vírushelyzet, ami ugye nem tette egyszerűvé ezt a akár a felkészülést, az érettségre való felkészülést, ugye két évet elvett a gyerekektől a normális oktatásból, és hát bízom benne, hogy azért fel tudják venni a versenyt és a harcot, és sikerrel fogják zárni a négy évet az érettségi vizsgán, és mindenki meg tudja mutatni, hogy mire képes igazából. Jól érzem magam, kicsit fáradt vagyok, de amúgy jól vagyok. Milyen volt a műsor? Nehéz volt megtanulni? Hát eléggé sok időt igénybe vett, de amúgy a végén nagyon jó összejött, szóval szerintem megérte. Te hogy kerültél a gimibe? Igazából szentesi vagyok, szóval ez volt a legegyszerűbb. Angol tagoztam, meg a humánon gondolkoztam, de aztán végül angol tagozatra jöttem. És hogyha most leérettségizel, hova tovább? Szerintem Szegedre szeretnék majd menni a Tudományi Egyetemre. És mit tanul? Majd a magyarra szeretnék valamit kezdeni, azt majd még kitalálom, hogy pontosan micsodát. De tanár szeretnél lenni, vagy bölcsész, vagy valami? Nem, hát igazából írást szeretek nagyon csinálni, meg rajzolni. Igazából mi fordításon is gondolkoztam már, mert angol tagozatos vagyok, és ismerem az angolt eléggé. Hogy tetszett maga az osztály? Fogtok találkozni, sűrű? Igen, biztos. Nagyon jó volt. És még mindig az. Ön mivel engedi őket el? Útravalóként, esetleg a jövő évre, karácsonyra? Én azzal engedem el őket, hogy legyenek hálások mindenért, apróbb és nagyobb dolgokért egyaránt, szüleiknek, tanáraiknak, az életnek. Én hálaadásnak a gondolatával bocsátom útnak a diákokat, hiszen akkor sokkal jobban meg fogják becsülni azt, ami van, és sokkal boldogabb életet tudnak élni. Hát én azt hiszem, hogy érdekes, édesanyám olyan volt nekem, hogy az életben mindent megbánt, talán engem nem. Én meg pont a fordította vagyok, és semmit nem bánok meg, ami történik az életben, mert hogy az életet élni kell. És talán ez lenne az útravalom nekik, hogy tapasztaljanak, legyenek hűségesek szüleikhez, nagyszüleikhez, szeressék majd a gyermekeiket, akik majd meg fognak születni, de mindenek előtt egy boldog életet próbáljanak maguknak kialakítani. Én úgy gondolom, hogy a becsületes munkának előbb-utóbb megvan a haszna, a hűségnek, a jóságnak megvan majd az eredménye, és így egy szép kerek életet fognak tudni élni. Talán ezt tudnám útravalóként bocsájtani nekik. Kedves nézőink, átléptünk a 2022-es évbe. Mindenki von egy kis mérleget azzal kapcsolatban, hogy hogyan is sikerült a 2021-es. A községek életében is így van ez. Éppen ezért most stúdiónk vendége Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere. Nézzük, hogyan indult ez a 2021-es év. A költségvetésben mit irányoztak elő, ezt hogyan sikerült tartani, voltak-e meglepetés dolgok? Köszöntöm először is a televízió nézőit, és mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni. Nem volt egyszerű a 2021-es év. Nagy meglepetések azért nem voltak benne. Úgy tudom fogalmazni, hogy
2020. decemberében, amikor a polgármesteri hivatalban az összeparátus beszélgetés történt, ott én azt mondtam, ez még december 17-e előtt történt, hogy azt mondtam, hogy a 2021 az egyszerűbb lesz sokkal, mint a 2020, mert tudjuk, hogy mire számíthatunk. Hát 18-án, tehát december 18-án azért áthúzták a számításokat, ugye az köztudott, az iparűzési adó felét elvonta a központi költségvetés, és ennek a pótlása részben megtörtént. Tehát ezért mondom, hogy történt meglepetés, de nem ért olyan váratlanul minket, mint ahogy azt előzetesen is számítottunk volna rá. Az eredeti előirányzat a költségvetésben 945 millió volt a Szegvár Nagykörség önkormányzatának. Ezt tudtuk tartani. Hál' Istennek sikeres pályázatokon vettünk részt, melyen tudtunk fejlesztéseket is megvalósítani. Az egyik ilyen pályázati forrás, ami a községeket érinti, a Magyar Falu Program. Miért pozitívum ez a pályázati rendszer? Igen, ez egy nagyon jó pályázati rendszer, amit a magyar kormány létrehozott még 2019-ben. Én azt tudom mondani, hogy azért pozitívum, mert ez egy kiszámítható. Azért kiszámítható, mert a környező településekkel olyan jó az együttműködés is Farkas Sándorról, szegyűlőség képviselő úrral is, aki ugye a harmadik, hármas választókerületnek a képviseletét látja el. Át szoktuk beszélni, meg szoktuk beszélni, hogy kinek, milyen településnek milyen igényei lennének a Magyar Falu Program keretén belül, és ezek a megbeszélések mindig pozitívan szoktak zárulni, és az eredményeket is látjuk, hogy a települések nem csak Szegvár, hanem a környező települések is fejlődnek ezen a program keretén belül. Szegvár esetében a 2021-es évben tudtunk pályázatot nyerni járdafelújításra, útfelújításra, így azt tudom mondani, hogy teljesen sikeres volt számunkra, Szegvár számára a Magyar Falu Program. Ugye itt az 5000 fő alatti települések jönnek szóba, úgyhogy 2022-ben, az idei évben már itt az évelején kiírásra fog kerülni a Magyar Falu Program. Bízunk benne, hogy legalább olyan sikeres évünk lesz 2022 is, mint 2021. 2021 márciusában indult a közfoglalkoztatási program, ez hogyan sikerült? Igen, ez ugye márciustól február végéig tart, tehát mindig átnyúlik a következő évbe. Ugye idén február 28-ával zárul a közfoglalkoztatási program. Ennek keretén belül 21 főre kaptunk lehetőséget foglalkoztatásra. Azt tudom elmondani, hogy nem tudtuk feltölteni a 21-es létszámot. Az átlag létszámunk az 16 fő volt, és a 2022-es évre is 16 főre tudunk most tervezni, azzal tudunk kalkulálni, és természetesen foglalkoztatni továbbiakban is azokat, akik részt akarnak és szeretnének ezen a programon venni. Azt tudja mindenki, hogy hát elég alacsony a juttatás ebben a rendszerben, de azt tudom mondani, hogy sok embernek még ez is nagyon sokkal többet jelent, mint amit kaphatna egyébként bármilyen szociális úton. Milyen munkát tudnak ajánlani nekik? Hát nálunk rendszeresen ugye park fenntartás, intézményeknél tisztítások, takarítások, temetőgondozás, fűnyírás és természetesen segédmunka az építkezéseken, mert elég sok projektet valósítottunk meg 2021-ben, és ahol részt vettek, mint segédmunkásként a közfoglalkoztatásban résztvevő személyek. Térjünk még vissza a pályázatokhoz. Igen? Mit sikerült beszerezni idén, és hogy áll az egészségház felújítása? Az egészségház felújítása, hogy kezdjük ezzel a végén a kérdéssel. Egészségház felújítása decemberben zárult a közbeszerzési kiírás második fordulója. Ugye sikeresen pályáztunk többletforrásra, és így összességében 154 millió forint fölötti támogatást kaptunk az egészségház felújítására. Ez 2022 első negyedévében várható ennek a pályázati megvalósításnak. Én azt gondolom, hogy egy megújult, szép, nem csak környezetében, hanem magában az ingatlanban is egy megújult környezetben fogja majd tudni várni a odaérkezőket, és nem csak megújulni fog, hanem egy rendelővel bővülni is fog maga az intézmény. Három házi orvosi körzetünk van, jelenleg ugye a harmadik az helyettesítéssel van betöltve, de itt szeretnénk kialakítani egy harmadik házi orvosi körzetet, így a fogorvosi rendelőt fogjuk áthelyezni az épület másik részében, ahol ki fogjuk alakítani ennek a lehetőségét.
Itt szeretném még megjegyezni, hogy a második házi orvosi körzetre januárban érkezni fog egy doktornő, Gál Lemese, aki el fogja látni a fogászati szakrendelést, és nem csak a egészségházban, hanem magánpraxist is beindít Szegváron, úgyhogy várja szeretettel a pácienseket. Egy ultramodern, azt gondolom, egy ultramodern rendelőintézetet alakítottak ki, amiben szeretettel várja nem csak a szegváriakat, hanem a környéken lakókat is. Sok gondot meg fog ez oldani, úgy tudom, mert nagyon sokan Szegedre járnak például fogorvoshoz. No, az egészséghez felújítása alatt lesz-e fennakadás az orvosi rendelő, hogyan fog működni, tehát a rendelést hogyan tudják igénybe venni majd a szegváriak? A fogorvosi rendelést ugye a másik körzetben tevékenykedő fogorvosnő derekegyházi rendelőjében tudja ellátni, illetve az ugyanon érkező fogorvosnő pedig valószínűsíthetően a magán rendelőjében fogja tudni megoldani ezt az ellátást. A házi orvosok esetében az önkormányzat mellett található ifjúsági szálláshelyen alakítunk ki két rendelő helyiséget. Idéglenesen, azaz úgy kell érteni idéglenesen, hogy a projekt megvalósítása szeptember 30-ára van tervezve, hát ott még lehet esetlegesen csúszás, de 2022 évvégére én úgy gondolom, hogy ezt a beruházást be is kell fejezni, és nem csak befejezni kell, hanem nekünk el is kell ezzel majd számolnunk. Tehát ez, én nem gondolnám, hogy fennakadást okozna az egészségügyi ellátásban. Van egy új tanyagondnoki kisbuszuk is a szegváriaknak, üzembe állt már gondolom, hogyan funkcionál. Így van, májusában adtuk át a tanyagondnoki buszt. A tanyagondnoki szolgálatot teljesítő Csurka Zoltán nagy örömére természetesen, és olyan szolgálatot teljesít már ez a busz, hogy akik igénybe veszik a szolgáltatását, nem csak tanyagondnoki szolgálatot lát el ez a busz, hanem az időseket a nappali ellátásra az intézménybe viszi be reggel, délután meg viszi haza őket, illetve természetesen a tanyagondnoki szolgálat mellett ott az ebéd kihordásban is részt vesz a tanyagondnoki busz, úgyhogy mindenki megelégedésére tényleg egy nagyon modern buszt sikerült beszereznünk. Az önkormányzathoz tartozó épületekben lett-e valamiféle felújítás, megújítása a 2021-es évben? Igen, egy LEADER program keretén belül az orvosi rendelő felett lévő szolgálati lakás belső terei, illetve nyilászárói lettek kicserélve. Én azt gondolom, hogy ráfért már arra a felújítás. Még per pillanat nincs olyan házi orvos, aki, vagy fogorvos, aki igénybe venné ezt a szolgálati lakást, de hát várjuk, hogy a harmadik körzetben a házi orvos jelöltet, vagy jelentkezőt, és ezzel is tudunk esetlegesen nekik kedveskedni, hogy közvetlen a rendelővel egy épületben egy lakást is tudunk biztosítani. Az iskolánál, az általános iskolánál a tónateremhez tartozó öltözők újultak meg, ez is Magyar Falu program keretén belül. A tankerület pályázott természetesen, de a kivitelezést a Szegvári Falufejlesztő Kft. Végezte, és itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem mindazoknak a részvételét, a munkában való részvételét, mert tényleg gyorsan, szuperül végrehajtották ezt a felújítást, és el tudtak vele számolni, és a diákok pedig igénybe tudták venni, úgyhogy köszönjük még egyszer a Szegvári Falufejlesztő Kft. Munkatársának és Bandula Ferenc ügyvezetőigazgató úrnak ezt a remek munkát, amit itt végeztek. És akkor, ha már Magyar Falu program, ugye beszéltem arról, hogy járda felújítás is történt, a központban lévő üzletház környezetében megújult több száz négyzetméternyi felület térburkolattal lett ellátva, illetve a posta felé vezető úton is a járda megújult, ott is térburkolattal lett ellátva, ezt is ugyanúgy a Falufejlesztő Kft. Végezte, illetve egy belügyminisztérium pályázat keretén belül már az én gyermekkoromban is azt mondani, hogy járhatatlan volt az a járda szakasz, ami a volt kendergyár és a vasútállomás közötti rész, tehát a vasútállomásra kiérkező és onnan beérkező személyeknek hát egyszerűen lehetetlen volt ott közlekedni. Ez is megújulásra került, tényleg egy nagyon szép térburkoló járda lett ott elhelyezve. Igaz, kaptuk azt a mondhatnám egy picit negatív kritikát, hogy olyan kevesenek járnak arra, hogy miért pont azt kellett megcsinálni. Hát ezt már szerintem sokkal-sokkal korábban meg kellett volna csinálni, attól függetlenül, hogy kevesen járnak rajta, de akik legalább igénybe veszik ezt a járdaszakaszt, vagy az állomásra, vagy a vasútállomásra érkezéshez igénybe veszik ezt a szakaszt, azért mégis tiszta cipővel tudják ezt megtenni.
Lehet, hogy kisebb mértékű beruházás volt, de ha jól tudom, akkor a házasságkötőteremnél is volt valami kis felújítás, bölcsödénél is. Nem tudom, milyen program adott erre lehetőséget. Bölcsödénél azt ugye még a korábbi toppos forrás keretén belül zárult le a megújítás kialakítása és a megújítása. Bölcsöde udvar lett még a 21-es évben kialakítva, játszóudvar. Pont 21. január 4-én adtuk át a központi konyhát, tehát ez igen, 21-ben valósult meg, de korábban már elkészült természetesen központi konyha, de 21. január 4-ével vették birtokba a dolgozók. Egy tényleg 21. századnak megfelelő konyha lett kialakítva, ahol ellátják mind az óvodások, mind a bölcsödések, iskolások, illetve szociálisan rászorult személyeknek az étkeztetését onnan oldják meg. Per pillanat 10 fő a létszám, a dolgozó létszám. Éppen még évvégével, itt 21 évvégével még tudtunk pályázni egy személy fél éves foglalkoztatására, vagy legalábbis a bérére, úgyhogy még lesz egy konyhai kisegítő, tehát akkor így most már 21 fővel fognak tudni ott dolgozni. Szegvárnak szüksége volt többletforrásra, és lobbiztak is ez ügyben. Igen, ez az orvosi rendelőnél volt, egy picivel több mint 36 millió forint többlettámogatásra volt igény, mert ugye az első fordulónál, a közbeszerzési eljárás első fordulójánál a legkedvezőbb ajánlat ennyivel volt több. Hát ez ugye sajnos, amit láttunk az építőből, tapasztaltunk az építőiparban, nem csak az anyagköltségek, hanem a munkadíjak is arányosan emelkedtek. A pályázat beadása történt tavasszal, és mire ki lett írva a közbeszerzési eljárás, ugye ez augusztus, július vége, augusztus eleje, ha jól emlékszem, addigra ilyen mértékű áremelkedés volt. Sajnos ezt gondoltuk, éreztük, persze természetesen bíztunk abban, hogy azért bele fogunk férni a költségvetésbe, és lesz olyan pályázó, aki ezt meg tudja valósítani. De sikeres volt a lobbizás, köszönjük ezt Farkas Sándor képviselő úrnak, úgyhogy már csak előttünk áll a megvalósítás. Szegvárnak van egy nagyon szép új szökőkútja, részt vett a Teszed akcióban, a körforgalom is láttam nagyon szépen megújult, úgy látom, hogy van összefogás Szegváron, és ezáltal jut is előre a település. Igen, akkor kezdeném a szökőkúttal. Dr. Márton Sándor adománya volt, Sanyi bácsi Szegváról elszármazott, és egyszer egy október 23-a ünnepség keretén belül beszélgettünk, és Sanyi bácsi azt mondta, hogy szeretne valami maradandót adni Szegvárnak, és amikor konkrétan mire is gondolnak, akkor a beszélgetés során egy szökőkút kerekedett ki ebből, és így most kerekedett ki, mert egy kör alakú szökőkút kararai márványból készült, tényleg gyönyörű, szép, meseszép, és ezt a szabadságtéri parkunknak a kellős közepére helyeztük el, és egy gyalogos körforgalom alakult ki így a térnek a közepén. Ugye a régi szökőkútunkat, ami már teljes egészében elavult, és nem is üzemelt már több éve, inkább azt mondom, lassan egy évtizede sincs üzemben, azt pedig lenn majd át fogjuk tavasszal alakítani egy virágos kerté. Nem akarjuk elbontani, mert az adventi koszorút mindig ott szoktuk megvalósítani. És ha már advent, akkor térjünk vissza az előző évre. A Szegvárlak Egyesület, ez egy újonnan alakult egyesület, 2021 tavaszán alakult, jött azzal az ötlettel hozzám, hogy szeretnének megvalósítani egy adventi találkozások programsorozatot, ami minden péntek és szombat, tehát a gyertyagyújtás előtti péntek szombaton a civilek összefogásából, civil szervezetek vendégül látják azokat, nem csak a szegvári lakosokat, de természetesen a túlnyomó többségen a szegváriak voltak, de én találkoztam mindcentiekkel, vásárhelyekkel, szentesiekkel, akik kijöttek ezekre a programokra, és ott egy kis zenés, tea, forradbor, tea, sütemény, volt, aki összpörköltet főzött, volt, aki halászlét készített, és a szegvári rászorulók részére gyűjtöttek adományt, tehát amit ott elfogyasztottak, azt mindent ingyen kaptak, de ezért azért cserébe elvártak valamiféle pénzbeni adományt, amit egy adománygyűjtő ládába kellett bedobni, és mi ebből a szegvári rászorulóknak a melegétel mellé egy tartós élelmiszer csomagot vásároltunk.
Volt kukoricanap is Szegváron, tehát nagyon sok program megvalósult a vírus ellenére. Azért ami nagyon tetszett nekem, és kíváncsi vagyok, hogy mi lett ennek az eredménye, hogy a fiatalok véleményére is kíváncsiak voltak 2021-ben, ez milyen célt fog szolgálni mondjuk a közeljövőben? Ugye mindig nehéz megszólítani. Most ugye a 21. században a fiatalok inkább az interneten élik az életüket. Ott van rengeteg kommunikáció, lehetőség arra, hogy ott beszélgessenek. Nagyon nehéz megszólítani őket, hogy vegyenek részt a helyi civil életbe, és próbáljuk őket akár a civil szervezeteken keresztül megszólítani és elérni, hogy igenis vegyenek részt aktívan, vagy mint szervezői, vagy mint lebonyolítói, segítői, vagy csak egyszerűen résztvevői. És erre ment ez a felmérés kutatás, hogy mi érdekelni őket, amit ilyen közösségi kereteken belül meg lehetne valósítani részükre. És visszatérnék megint a kukoricanap, a Szegvárlak. Egy újonnan alakult egyesület. Azért mondom, hogy újonnan alakult, de ez egy régi formáció. Volt egy régi egyesület, ami bizonyos okok miatt megszűnt, de a belőlük lelkes aktivisták alakították meg ezt a Szegvárlak egyesületet. A kukoricanap is pont az ő szervezésükben valósult meg. Azt azért tudni kell, hogy 2021 a lehetőségek éve volt már abból a szempontból, hogy lehetett rendezvényeket szervezni. Ugye 2020-ban majdnem mindent el kellett halasztanunk. Tehát az első nagyszabású rendezvény is, amit az önkormányzat szervezésében történt, az a Tófesztivál. Ugye ez hagyomány, 2020-ban azért elmaradt, de 2021-ben meg tudtuk tartani, ott is 1500 fő legalább jelen volt. És végre egyszer kijöhettek, kiszabadulhattak az emberek, közösségi életet élhettek az emberek, és ott is természetesen a civil szervezetek közreműködésével nagyon jó napot zártunk, reggel kezdtünk, főzés, tarhonya, csirkés tarhonya főzés volt, és tényleg egy vidám napot élhettünk meg akkor. A következő nagyobb rendezvény volt a augusztus 20-ai Szent István napi rendezvény, ahol megint 1500-2000-es létszám jött. Ott már próbáltuk a fiatalokra helyezni a hangsúlyt, a legkisebbektől a legnagyobbakig, különféle játékokat, ügyességi játékokat, népi játékokat, akkor lovagi torna, lovaglás, habpartit. Ez nagyon, nagyon tetszett a gyerekeknek, ez pedig a szentesi tűzoltók hozták azt a berendezést, amivel ezt a habot készítették, de hát a gyerekek élvezték azt a ilyen méteres habban rohangálás játékot. Úgyhogy nagyon ötletes programok voltak, amit a szegváriak is nagyon köszönték, hogy rájuk is gondoltunk, nem csak felnőtt fellépők voltak, vagy zenés műsorok voltak, hanem a legkisebbekre is gondoltunk már. Na, ezt kellene akkor 2022-ben folytatni, de gondolom ez az elgondolás meg is van. Ha csak egyetlen egy dolgot kellene mondani, és tényleg csak nagyon röviden, ami a 2022-es évben kihívás lesz, akkor mi lenne az? Hát 2022-ben a legnagyobb kihívás számunkra, és amit meg is kell valósítanunk, amiről már többször beszéltünk, az orvosi rendelő teljes körű megújulása. És ugye tavasszal várható a választások, ugye ennek a lebonyolítása, ez óriási terhet fog róni azért az önkormányzatra, és én azt gondolom, hogy a további pályázati lehetőségek, amik előtt állunk, van folyamatban egy vidékfejlesztési program, egy földút teljes aszfalttal történő ellátása, ez is több mint 300 milliós projekt, ha megnyerjük, illetve a TOP plusz forrás keretén belül Mincentel és a Csongrád megyei önkormányzat konzorciumban Mincent-Szegvár közötti kerékpárút megvalósításának lehetősége, és akkor tovább lépve a TOP pluszban még további pályázatokat szeretnénk beadni, önkormányzati ingatlanok, energetikai megújulása, csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója,
és közösségi tereket is szeretnénk megújítani, itt gondolván a sporttelepre, de természetesen más, akár közpark is újulhat meg. És természetesen ugyanúgy, mint ahogy beszéltem már Magyar Falu program keretén belül, vagy belügyminisztérium pályázati kereten belül, pedig az úthálózatunk további rekonstrukcióit, mert ugye 21-ben sikerült 5 utcát érintő felújítást elvégezni, de ezt folytatjuk tovább, és ezek a kihívások, amikkel szemben kell, hogy nézzünk, nem csak szembe kell néznünk, és meg is kell ezzel birkóznunk. Hát, hogy a megvalósítások, hogy a pályázati források érkezését figyelembe véve van, amelyik 2022-ben el fog kezdődni, vagy akár be is fog fejeződni, de természetesen vannak olyanok, amik át fognak majd nyúlni 2023-ra, de hát a munka dandárja az 2022-ben lesz a pályázatok megírása, és természetesen bízunk benne, hogy a pozitív elbírálása, ami feladat hárul ránk. Ehhez kívánunk mi nagyon sok sikert, boldog új évet! Nagyon szépen köszönjük, és boldog új évet kívánok mindenkinek, és kimondottan a szegvári nézőknek is. Kedves nézőink, ezzel a közéleti magazinunk a végéhez ért. Tartsanak velünk egy hét múlva csütörtökön is az újabb közéleti magazinunkkal. Legközelebb új műsorra pénteken jelentkezünk 17 órától. Addig is böngészszék Facebook, illetve YouTube csatornánkat is egyaránt. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindenkinek szép napot, szép estét kívánok, viszontlátásra!